so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I'm bit off more than I could chew, and through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and cried, I've had my fill, my share of losing. Tears subside, I found it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my got. If not himself, then he has not the right to say he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. My Way, hallották kedves nézőink ezt a gyönyörű dalt. Selyem Zsombor előadásában a zongoránál Mizsei Alexor ült. Mindketten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki karának hallgatói, egészen pontosan ma már informatikus mérnökök. Kedves nézőinknek már párszor elmondtam, most is megerősítem, és legyen az egy műsorvezető kiváltság, a különösképpen is a tanár, hogy a műszaki értelmiség soha nem lehet vesztes, és a műszaki értelmiség humánuma, humanitása nagyon sok területen megjelenik. Ők a maguk tehetsége szerint szakmákat is gyarapítanak, legyen az orvostudomány, vagy éppen, ahogy most hallották, a zenevilága. Én nagyon szeretettel és tisztelettel megköszönöm, hogy elfogadták a mai meghívást. Zsombor, Alex, nagyon hálás vagyok ezért, hisz ennek a műsorunknak a címe Tehetségek karácsonya. De ugyanakkor a tehetségek ajándéka kedves nézőinknek karácsonykor. Egy picit beszéljünk arról, mi minden vonzotta önöket ehhez a pályához, mármint a szakma, és mit jelent az, amikor az ember a szakma gyakorlását egy olyan csodálatos területtel tudja folyamatosan építeni, mint a zenevilága? Parancsoljon! Kezi csokolom, köszönjük a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk. Hát igazából, hogyha a műszaki egyetemre és a műszaki pályára gondolunk, akkor nekem rögtön eszembe jut a felvételi időszaka, amikor az ember elég fiatalon még azt se tudta, hogy mi várja az életbe. És így elsősorban felvételi tárgyakra, meg mindenféle pontszámokra gondolt, ezt nem tagadhatjuk. És ugyanakkor hallottuk, hogy az informatika azért az egy jövő, illetve hát már akkor egészen intenzíven a jelen is volt.
Úgyhogy én például azért választottam, mert azt gondoltam, hogy a matek az mindig egy ilyen erős vonal volt nekem, és akkor gondoltam, hogy használjuk tovább ezt a fajta képességet valamilyen szakmába is. Ez volt ugye az indítás. Aztán az egyetemi évek alatt ez kibővült. Egyrészt egy nagyon szép, mély barátsággal, Alex, erről ön is beszélhet, azért közös nevezőre jutottak, szó szerint lelkileg érdeklődési kört is beleértve, hisz nem is ülnének akkor itt. Önnél hogy kezdődött ez az úgynevezett egyetemi választás, illetve azon belül egy szakválasztás, hasonlóan, mint Zsombori? Hát az egyetemi választás, igazából szeretném azt mondani, hogy én mindig is informatikus szerettem volna lenni, de nem így volt. Nekem ilyen kizárásos alapon történt ez a pályaválasztás, hát gimnazistaként még az ember nem tudja, hogy tényleg mi is szeretne lenni. Nem akartam orvos lenni, nem akartam közgazdász lenni, nem akartam jogra menni, és matek az mindig is jól ment, abból mindig is jó voltam. És ugye Műszaki Egyetemnek jó híre volt, informatikus világ az jól ment, informatikus piac jól ment, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor én fölköltözöm Pestre, szegedi vagyok egyébként, és oda jelentkeztem, és fölvettek. Alex, ez is egy nagyon kedves rövid, bár az ember belegondol, eléggé szép Rubikonokon is jelentő út volt, ahogy eljutott idáig. Azonban ma már mindketten gyakorló mérnökök is kiki a maga területén, és mégis úgy döntöttek együtt, hogy egy elindult, kedves zenei műveltség, művelése, gyarapítása, az most már idáig is eljutott, hogy önálló művészként is fellépnek. Azonban most karácsony ünnepén mégis szeretnék egy kicsikét arra is választ kapni, mi mindent jelent önöknek maga ez az ünnep, akár az emlékezés, akár az, hogy mit adtunk is kedves nézőiknek, nagyon szép érzéseket, és ajándékot is ezen a szép ünnepen. Önök hogy élik meg ezt a nagyon szép, több mint családi ünnepet? Igen, hát a karácsony kapcsán nem szabad elfelejteni, hogy mi is az eredete a karácsonynak, ugye, hogy van megváltónk. Én hívő emberként ezt abszolút így kezelem, és nem csak a ajándékozás felől közelítem. Egyébként meg családi hagyománya van nálunk a karácsonynak, mindig egy meghitt időszaka az évnek, és hát azt kell mondjam, hogy egy nagyon fontos időszak szerintem mindenki életében az elcsendesedés, amikor talán egy picit végig tudjuk gondolni, hogy hova is rohanunk egész évben, és hogy mi fontos, mi nem. Most is szűk családi körben töltjük a karácsonyt, és hát az elcsendesedés és a közös időtöltés az, ami ilyenkor a legfontosabb nekünk. Köszönöm szépen, hogy ezt a sajátos ünnepet és a sajátos ünneplést így osztotta meg. A hit elkötelezettsége ajkán, nyomán, területén. Eszembe jutott Dickens, amikor írt egy gyönyörű szép történetet, a Jézus történetét a gyerekeinek. 89-ben adták ki ezt a kötetet, de valahogy kevés emberhez jutott el, hisz gyerekekről volt szó, hogy hogyan kell még időben a gyerekeket erre a nagyon szép, az emberiség első történeteként és számon tartott bibliai tanokra nevelni, amelynek ugye fő eleme az erkölcs. Ezt nem lehet kiiktatni. És társadalmunkban is az egyik legnagyobb igény az erkölcs, a fegyelem és az egymás tisztelete. Alex, kedves önöknél, ez a nagyon szép ünnep hogyan zajlik? Hát nekem a családdal azonosítom igazából a karácsonyt. Mindig is egy szép ünnep volt gyerekkoromtól kezdve, azóta, hogy az eszemet tudom. Szólt a csengő, és akkor mehettünk gyerekek a karácsonyfa alá, és akkor az ajándékokat kibonthattuk. Én is hasonlókat tudnék mondani, mint a Zsombor. A család, együttlét, jókedv, beszélgetések, szűk családi körben, utána általában kicsit kiteljesedik ez, és nagyszülők, nagybácsikkal együtt ünnepeljük a karácsonyt. Jól szokott mindig zajlani, mindig várom. Ez a nagyon szép ünnepvárás. Sok mindennel kiegészül. Egy picikét így előre megbeszéltem, hogy ez a karácsonyi adás ma ajándékként kerül nézőink Hírérték című műsorunkba, az asztalára, vagy ki tetszik a fa alá, akkor Zsombor kedves, önnek gyönyörű szép dala is vannak. Gondolom választott egyet, amit hamarosan meghallgatunk. Igen. És egy kis történetet hozzá. Igen, egy pici történet, ha nem is konkrétan a dalhoz, de gyerekkorom óta szerzek dalokat, amiknek a
fejlődése az én életemmel együtt történik. A dal, amit el fog játszani, az egy körülbelül 2-3 éve született. A címe a Time's Going By, múlik az idő, így is fordíthatnám magyar nyelvre. Hát szerintem el is játszom akkor. Szeretettel várom, és nagyon szépen köszönöm már is. Tehát múlik az idő. Celebrate your life. Hangulatot is teremt ezzel az akkordokkal. A történet, amiről énekel, kicsit több is, mint amit bejelentett, hogy az ember, ahogy nő, fejlődik, fejlődik a zenei kultúrája, mondani valója. Amikor megír egy dalt, mi az, ami a lelkében tovább épített, vagy legalábbis úgy érzi, hogy ez egy állomása egy akkori életérzésnek? Mi a következő lépés? Hogyan születik így? Hát azt mondhatnám, hogy a jó dal az mindig úgy születik, hogy az emberből valami annyira kikívánkozik, hogy már nem tud magával bírni, és hangszert ragad. Minden dalom így született, hogy valamilyen érzés birtokába kerített, és szerettem volna kifejezni valamilyen módon. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor ez a dal meg is születik, akkor egy ilyen felszabadító érzés is megtörténik az emberrel, hogy ami benne volt, az kikerül, és így egy ilyen feldolgozási folyamat is, de amellett egy hihetetlen élmény, tehát azt gondolom, hogy az egész zeneszerzésben, meg éneklésben az egyik legjobb érzés, amikor egy dalt megír az ember, és találkozik saját bűvével abban az egy pillanatban, átéri újra azt, amiért ez az egész elindult benne, az az érzés. Aztán jön egy keményebb munka, hogy abból egy fogyasztható dalt is csináljon az ember, amit a közönség elé tud tárni, úgyhogy ott persze a zenei, szakmai dolgokat is figyelembe kell venni, úgyhogy a nyers dologból még egy kész mű lesz az idő. Figyeltem itt az adás előtt mindkettőjüket, hogy a műszaki értelmiségre mennyire jellemző az a precizitás, hogy itt mindent az égvilágon úgy állítottak be, annak a tiszta világnak a megfelelőjeként, amelyet a matematika is jelent, amelyben mind a ketten beleszerettek. De ugyanakkor az is látszódott, hogy az az egészséges, nagyon szép izgalom, hogy valóban minőséget adjanak. Épp ez jellemzi a mérnöki mentalitást.
ne legyenek ködös ideák benne, hanem nagyon pontosan a teljes érthetőség. Nem kell megmagyarázni a kettő meg kettő miért öt logikáját. Ezt fejezi ki a zene, de ugyanakkor ez a zene ad további erőt, hogy tovább tudjanak dolgozni, lépni és élni, miközben azért a hétköznapi munka ezt a feltöltődést pontosan talán ki is kívánja magának. Hasonló módon gondolkodik, ugyanígy építi fel a saját zenei kvalitását, Alex? Hát, nem egészen, én azért még sajnos nem járok ott, mint a zsombor a zenében, nem vagyok zenész, maximum zenekedvelő. És amatőr szinten próbálom művelni ezt a zongorát, nagyon-nagyon szeretem. Sajnos nincs elég időm rá, de remélem, hogy jövőben majd lesz, egy picit minőségibb legyen. De hát érdekes volt a kérdés, hogy miért zene, és hogy mit is érez ilyenkor az ember, nem is nagyon lehet megmagyarázni, egyszerűen jó érzés. Szerintem azok a dolgok jók, amiket az ember akár saját maga is önállóan, egyedül, otthon is szeret művelni, és egy boldogságot, jó érzést ad neki. És nekem a zene egy ilyen dolog, leülök a zongor elé, lehet, hogy nem túl minőségi módon, nem túl profi módon, de eljátszok egy dalt, és egyszerűen jó érzés, és nem nincs arra szükségem, hogy más lássa, más megdicsérjen, sikerem legyen benne, egyszerűen jó érzés. Alex, ehhez lesz hozzászólni valója zsombornak, de engedje meg, hogy én megelőzem annyiban, hogy én azt folyamatosan tapasztalom, hogy valahogy a mérnökség mindig olyan visszafogottan, szolidan teremt, de amit létrehoz, az előtt az ember fejet hajt, legyen az bármilyen szakma. De ez a zene világa, ami annyira a kottáknak talán a matematikai leírata, vagy ha fordítva és reciprokába tudom érteni, ez annyira önöknek egy különösen belső világ, hogy csak talán egy barát kell, vagy éppen egy lehetőség, hogy ráéredzenek abba, hogy mi is lakik önökben. És akkor nem arról van szó, hogy az informatika széles területét kezdik hullámhosszonként és egyéb csatornákon művelni, hanem megjelenik valami plusz, amiből mi így nézők, emberek tulajdonképpen szintén erőt meríthetünk a dalból. Meséljenek erről egy picikét, hisz ajándék ez a mai nap, ajándék ez a nagyon szép karácsony, úgyhogy én örülnék, ha egy kicsikét a lelkük ebben a formában kitárulkozna. Jó esnek. Hát ezzel kapcsolatban ami eszembe jut, hogy valahogy van egy kettősség az emberben, hogy egyrészt ugye egy racionális világban próbál eligazodni, és próbál olyan dolgokat alkotni, amik a hétköznapok értékeit szolgálják, de ugyanakkor szerintem mindannyiunkban van egy olyan lélek, aki szeretne megmutatkozni, és szeretem a személyeset először érezni, azt gondolom, és utána sokakban megfogalmazódik az is, hogy ezt hogy tudná kifejezni. Talán azért ez nem a saját gondolatom, nemrég olvastam, hogy ezek a bűvészi eredetek, ezek mind abból jönnek, hogy az ember azt gondolja, hogyha megmutatja a lelkét, akkor jobban szeretik. És ez tényleg így van, tehát ez igazából egy csatorna valahol, egy olyan érintési lehetőség, ami nem biztos, hogy a szavak meg a hétköznapok szintjén meg tud jelenni, és hát a zene az tényleg mindenki számára érezhetővé teszi, amit átél valaki, és ezt jó megosztani. Olyan gyönyörűen tért rá arra, hogy a racionális világban, ha embereket, társadalmakat, lelkeket valami össze tud kötni, az a zene, a sport, mindaz a világ, ahol bizonyítani kell. A teljesítményt az ember rögtön azonnal tudja értékelni. Nem lehet elvitatni, bírálni lehet talán, de elvitatni nem, meg kell mutatni fizikailag azt a lelkiséget, ami egy-egy ember, most az említett két terület bármelyikében foglalkoztatja. De önök hogy találtak egymásra annak idején, mert ugye egymás mellé rendezi önöket egy tárgy, egy kötelező, egy választható, egy évfolyam, egy kollégium, vagy azon túl bármilyen rendezvény ugye az egyetemeken, mégis valahogy ez a közös hullámhoz, ez valahol csak meg kellett, hogy jelenjen, hogy ennyire egymásra találtak. Egy tekintetből értik egymást. Nem tudom, én emlékszem, amikor találkoztunk, hogy évfolyamtársak voltunk a Műszaki Egyetemen, és volt egy vizsga, talán első fél évkor volt, Zsombor, nem? Első fél éves vizsga volt. Első talán, fél év, igen. A számítás-elmélet tárgyból, és szóbeli vizsga volt, ott vártunk a folyosón, emlékszem, a központi épületbe talán, és elkezdtük valamelyik tétel bizonyítását magyarázni egymásra. A Zsombor nekem, nem is tudom, hogy volt, és onnantól... Én neked természetesen. Igen, te nekem. És szerintem pont ezt a tételt húztuk. Én úgy emlékszem, hogy mindkét, hogy ezt a tételt húztuk. Elintéztem.
Köszönöm, mindketten jól szerepeltünk belőle, úgy emlékszem. Valahogy innen indult, utána igazából nem is emlékszem, hogy hogy fejlődött ez tovább, de erre határozottan emlékszem. Én meg arra is emlékszem, hogy amikor az első kommunikációs gyakorlatok voltak, és azt egybekötöttük az éppen rendelkezéssel, a technikával, Zsombort a társaság, nem kis létszámú közössége azonnal, hogy milyen kellemes az orgánuma, mennyire tudja kezelni a kamerát. Életében az egyetemen belül akkorát először így, kamera elé, és tudom, hogy mennyire dicsérték Zsombor. Nagyon jól esett, mert a legigazibb kritika nem is annyira a tanártól, mint inkább az évfolyamtársaktól jelenik meg. És én ezt az emléket szintén megőriztem. Úgyhogy gratulálok önnek utólag. Én már vártam is a lehetőséget, hogy egyszer ne csak én örvendjenek ennek a lehetőségnek, és főleg, hogy így most már ketten itt vannak, akkor én nagyon remélem, hogy a kedves nézőink így is egy nagyon szép élménybe részesültek a haladó gondolkodó ifjúságban, és nem mindig csak a pejoratív értelmezésben megjelenő, vagy éppen ilyen alternatívában minősítő ifjúságnak. Én nagyon zavarban vagyok, mert az idő sajnos minden adásnál kiszámított. Úgyhogy kedves nézőink, én nagyon-nagyon szeretettel kívánok önöknek nagyon szép áldott, kegyeletteljes karácsonyi ünnepet, nagyon békés perceket, és az eljövendő unesztendőre is remélem, hogy emberségesebb hónapokat, pillanatokat, és a következő, még rá következő új évet eredményesebben zárhatjuk. Zenével kezdtük hírérték műsorunkat, és ezzel búcsúzunk a két nagyon kedves vendégünknek, ismétlem Sejem Zsombor és Mizsei Alexnek. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm. És most kérem Zsombor, hogy a nagyon szép gitármuzsikával köszönjünk el a nézőinktől, és önökkel együtt továbbra is kívánunk áldott ünnepeket. Tessék önni. Köszönöm a dal, amit most búcsúzóul akkor eljátszom. Ez most nem a saját dalom lesz, ez egy Chris Isaak szerzemény. Wicked Game az a címe. Dream that I meet somebody like you. I'll never dream that I lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. World was on fire, no one could save me but you.